A napirendi pontok között szerepelt az önkormányzati költségvetés 6 hónapos jelentése, amely gyengébb lett a tervezetnél. Pályázatokkal ezt a hiányt azonban pótolni tudták, hangzott el az ülésen. A mai napig mintegy 100 millió dinárt sikerült támogatásokból összegyűjteni. Az elkövetkező időszakban ezt olyan projektumokra fordítjuk, amelyek a község kiadásait érintik. A mezőgazdasági minisztérium koordinálásával napirenden szerepelt a mezőgazdasági földek bérbeadásáról szóló rendeletjavaslat, amelyet el is fogadtak a képviselők. 2 nagyvállalkozó a községünk területén 30 évre fog kapni termőföldet, melyen minimum 500 000 eurós beruházást kell, hogy megvalósítsanak. Természetesen az ő beruházásaik ennél jóval nagyobbak. Ez több 10 új munkahelyet fog eredményezni az elkövetkező időszakban, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha a helyi gazdasági erőink annyira meg tudnak erősödni, annyira szertágazó tevékenységet tudnak megvalósítani, hogy ők tudnak a minisztériumon keresztül is ilyen állami földekhez jutni, és nem pedig kívülről, vagy éppen külföldről jönnek olyan vállalkozók, akik még itt a község területén nem bizonyítottak. A külföldi és a minisztériumi támogatásoknak köszönhetően egyre több helyi vállalkozó fog annyira megerősödni, hogy a jövő évtől új munkahelyek nyílnak meg, tette hozzá a polgármester.